mikor volt utoljára olyan, hogy a Seiko Magyarország számára dedikáltan gyártott órát? Egyébként pont most, úgyhogy erről lesz szó a folytatásban. Ez is mint minden adás elérhető lesz a különböző podcast platformokon, fent vagyunk iTunes-on, Spotify-on és Google Podcast-en is, amíg ezt így hívják. A sorozatnak saját weboldala van, fent vagyunk Instán, és természetesen TikTokon is. Linkek a leírásban, mint mindig. A nyár elején érkezett a hír, hogy hamarosan elérhető lesz a Seiko-nak négy vadi új speed timere, és ezeket SFJ szériának fogják hívni, és ilyen páratlanul vannak benne, hogy SFJ 001, 3, 5 és 7, és természetesen nagyon szép mindegyik, van benne sima számlapos, panda számlapos, viszont a két legizgalmasabb, pont a két legutolsó, és hogy ne szaladjunk először előre a magyar vonatkozásúhoz, ezért nézzük meg az utolsó előttit, ezt a kis barna számlapost, ami szintén egy limitált és szintén egy jubileumi kiadás. Ez egyszerre állít emléket az 1983-as kiadásnak, valamint az 1992-ben először gyártott nem mechanikus, de analóg kvarc kronográfnak, ami a másodperc egy század részét már képes volt mérni, mert hogy ebből a speedtimer sorozatból mind a négy erre természetesen képes, és a színvilága ennek a, az SFJ 005-ösnek pedig egyértelműen az 1992-es kiadást idézi, a számlaperendezése csak nagy vonalakban, mert az inkább a korábbi, már azt hiszem a kinetik vonalat, vagy a sportúra vonalat idézi, amiből volt ugye ez a narancssárga, de számomra jobban inkább az acélszínű maradt meg. Ezeknek nem négy gombja volt, hanem csak három, viszont négy óránál volt rajtuk dátumkijelzés, nem volt egységes a kristály, tehát nem egy kristálya volt megoldva, hanem minden egyes segédszámlaknak volt saját kristálya, szerintem ez önmagában van egy nagyon fura megoldást eredményez, viszont nagyon jól néztek ki ettől, meg volt a maguk bája, és most ezt a régi bájt igyekeztek az új speed timereknek a szerkezetével összehozni, és így egy ilyen kis műszerfalúrás hangulatú dolgokt sikerült összeállítani, és úgy gondolom, hogy mostanában azért ritkán látni azt, hogy a funkcionalitást szolgálja a design, és nem az van, hogy a designnak kell alávetni magát a működést. És pont ezért van az, hogy minden egyes segédszám nak dolga van, nem került magára az órára másodperc kijelzés, ami elsőre talán meghökkentő lehet, de nyilván a, 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 a század másodperc kijelzés mondjuk minket sokkal jobban érdekel, főleg amikor ugye a aktív a kronográf és ugye a stopper módban használjuk, a másrészt pedig nincs ajta, a dátum kijelzés, erre funkcionálisan lehetne fanyalogni, hogy de akkor mit ér egy óra, dátum nélkül, fe-fe-fe. Viszont én nagyon-nagyon szeretem azt, amikor egy óra szimmetrikus, és tudjátok, hogy mennyiszor szoktam azt mondani, hogy nem tetszik egy négy óránál lévő korona, nem tetszik a két óránál lévő korona, nem tetszik a tíz óránál lévő korona. Na most ezeket mind megkaptam ezen az órán, viszont. Teljesen jól néznek ki, de azt még szokni kell, hogy van rajta három teljesen egyformán kinéző gomb, amik természetesen a kronográfot szolgálják, és van rajtuk egy korona így elrejtve a három gomb közé. Ő pedig ugye barázdált, és nem ilyen kalapács jellegű nyomóval ellátott, és itt is megjelenik az, hogy a funkcionálás a dizájn szolgálja, és nem csak a számlapon. De térjünk vissza a számlapra, mert nekem egyébként nagyon tetszik, és ez most mind a kettőre igaz nagyjából. Az SFJ 005-ösnél nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy az egyébként annak ellenére, hogy retró volt, ezzel a facsíkozás szerű élményt hozó számlappal, nem is tudom, hogy azokat a részeket lehet a -e számlapnak nevezni, mert valójában nem számlap, mert ott nincs számlap, de a segédszámlapok körül van, de amúgy meg a segédszámlapok körül ott nem mutat már semmi, tehát hogy így nem tudom, hívjuk most számlapnak, és szerintem ne bonyolítsuk vele. Viszont a mutatói szerintem tök jó, hogy nem kapták, hogy nem ilyen egyszerűek, mint mondjuk a 007-esen, milyen James Bondos, hanem narancssárgás, piros a színekben játszik, és ezzel a barnával és a feketével együtt ilyen tök retro hatást kell. Viszont a 007-es, ami rajtam van, az inkább az elegancia felé mutat, legyen ez bármennyire is szürreális, egy négy gombbal ellátott órán, de azért a feketét és az aranyat egy letisztult tokformában, minimalista, mintázott számlappal valamerre ebbe az irányba kell mutatni, val valamerre ebbe az irányba kell, hogy mutasson, arany, aranyberakásokkal egyébként a segédszámlapokon, a segédszámlapok körül egészen pontosan, és magukon egyébként a mutatókon is. Szerintem ez önmagában szemegy gyönyörködtető. Úgy gondolom, hogy azért ez oda lett rakva. Ez a kiadás ugye méltó ahhoz, hogy valaki feltehesse a polcra, vagy betehesse a gyűjteménybe. És ez nem csak olyan, hogy fogtak egy órát, levették a polcról, ráírtak valamit, és azt mondták, hogy na, akkor itt most szabad emlékezni, hanem, hanem csináltak is vele dolgokat, és nézzétek meg, a hátlapján nekem iszonyatosan tetszik egyébként, hogy megjelenik a Citadella. Tehát, hogy, és tök jó érzés az, hogy persze vannak mások is, akik csináltak Magyarországa kapcsolatos órákat, sőt, benne vagyok most egy projektben, ami még egyébként nyilvános, ott is az egyik európai óragyártó fog gyártani az egyik magyar márka számára órákat, erről majd első kézből természetesen értesülni fogtok, de mindig tök jó az, amikor nem Magyarországról indul a, a, a fajta kezdeményezés, hogy csináljatok nekünk létszíves órát, tehát hogy mint mondjuk a, a, puskás órák esetében, a fradi óra esetében, hanem, hanem más honnét, és itt is erről van szó, úgy tudom, hogy nem a Seiko Magyarországért, hogy figyeljetek, nem akartok csinálni ilyen, ilyen hátlapot, hanem a Seiko anyacég, mint a, az atletikai világbajnokságnak a hivatalos időmérője azért kitalálta, hogy hát te figyeljetek már, mi szeretnénk egy ilyet csinálni. És akkor nyilván utána onnét a, a magyar kollégák segítettek, hogy mégiscsak minek kellene a hátlapon lenni. És, és úgy gondolom, hogy és pont ezért nem mondjuk a parlamentnek van itt a mintázata, mert hogyha valaki, aki nem jár Magyarországon, és nem tudja mondjuk a jelenlegi jogi szabályozás, hogy a parlamentnek a kontúriát nem lehet csak úgy felhasználni, az lehet, hogy simára nyomtatta volna, azt szerintem beleszaladtak volna egy vaskos kis perbe. És nem nagyon szoktuk használni egyébként a szabadságszobornak a mintázatát, pedig ha az ember közlekedik a városban, minden nap általában egyszer valahonnét látja. Tehát, hogy éjszakról, délről átsuhan valamelyik hídon, valahol a citadellára rá az ember pillantani, és gondoljon bármit arról a korszakról, amikor egyébként ezt a szobrot felállították. Úgy gondolom, hogy ez egy egészen remek és keveset használt szimbóluma a városnak, úgyhogy én egyébként minden ellenérzés nélkül úgy gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, hogy rákerül az órának a hátlapjára. Viszont ha már a hátlap van egy dolog, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül, és, és elsőre fel is tűnt, hogy a Seiko felirat mellett hivalkodóan már, már túlságosan nagyban szerepel az, hogy China. És sokan ilyenkor meghőkölnek, és azt mondják, hogy hát, de hogy a, de hogy a Seiko az nem, nem Japán. És hát nyilvánvalóan de, de gyártást nem csak Japánban végeznek természetesen, ahogy a Kázió sem csak Japánban végez gyártást. Mit tudom én, már az SKX-eknél is tudtuk, hogy volt a, a, J, a J meg a K végződésű, és hogy más országokban készültek, hogy az egyik Japánt jelentett, a másik Malajziát jelentett. Tehát egységesített gyártási rendszerről, egységesített tesztelési rendszerről volt szó. Szóval mérhetetlen volt közöttük a különbség, akár minőségben, akár tartóságban, akár bármiben. Szabad szemmel sem volt látható, és eszközökkel sem lehetett kimérni a különbséget. Tehát igazából teljesen mindegy volt ilyen szempontból, hogy valójában azok az órák hol készültek, csak gondoltam, hogy azért erről, erről ejtsünk -e már egy pár szót, mert, mert biztos, hogy lesz, aki meg fogja kérdezni. A fekete PVD borításokkal kapcsolatban azért általában fázni szoktam, ugye a Seiko nem fogalmaz nyilvánosan azzal kapcsolatban, hogy ez most pontosan milyen borítás is, viszont ami nagyon szimpatikus, ezen kívül, hogy maga a kristály ugye zafír lett, ami persze tudom, szokott a Seiko zafírt használni, de az én zafirofíliámat az megint megkenegette a dolog, de vissza egy kicsit a, a tokra, szóval, hogy nagyon-nagyon menő ez a, ez a teljes fekete borítás, és egy csomó olyan Seiko modell van, ahol jelenik meg teljes feketítés, de ez most így kimondottan, kimondottan az összhatás szempontjából is tök jól sikerült. Játszunk egy kicsit ezzel a csodával? Játszunk egy kicsit ezzel a csodával. Ugye úgy működik maga az óra, hogy alapértelmezetten a nagy számlap, ami hát az összes többinél nyilvánvalóan nagyobb, és a hat órához van közelebb a közepe, az mutatja a pontos időt, természetesen ugye egy kvarc szolár szerkezeten keresztül, ami egyébként nagyjából hat hónapon keresztül tud energiát tárolni, de egyébként ebben is van egy ilyen zárójeles észre, hogy, hogy hat hónapon keresztül abban az esetben, hogyha, hogyha egyébként így nagyon aktívan nem használod. Jó. Megfogod és bedobod a sarokba, és letakarod egy pokróccal, vagy valami. E, Oké. Okay. Szóval van funkcióválasztunk, ami természetesen 8 óránál van, és ha azt megnyomjuk, hát akkor lényegében a srácok beállnak, mint a cövek, és így mutatnak a nulla felét. És az azt jelenti, hogy innét lehet használni a kronográfot, amit magyarul csak stoppernek szokás nevezni, valamilyen eszementok miatt és a kettőnél lévő koronával ugye el tudjuk indítani a dolgot, és valami eszeveszetten nagy táncba fog kezdeni a fél háromnál lévő számloknál lévő másodperc mutató. Azért, mert a másodperc tized része alatt fordul meg egyszer. Ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt konkrétan, tehát egy másodperc alatt konkrétan tized fordul, és ugye tízes osztás van rajta, és így képes megmutatni a másodpercnek a század részét, és ezzel természetesen lehet játszadozni. Van egyébként memóriája, tehát meg lehet azt csinálni, hogy megállítjuk az egyiket, közben megnyomjuk ezt a gombot, mármint ami a 10 óránál van, akkor közben még működik, és amikor leállítjuk, akkor mind a két idő megvan, és a kettő között el elő lehetett hozni a másikat is még egyszer. Szóval, hogy ilyen, ilyen csoda dolgokat tud maga ez a csodálatos kvarc kronográf szerkezet. Szóval a méreteiről ejtettem már szót, de azért a tolóméről csak neki kell menni. 12,7 milli mm tényleg a vastagsága, az átmérője valóban 40 kettő, ami egyébként mondom egy egészen kompakt méretnek számít mondjuk egy krononál, de ez a 42-es top méret még ezzel a négy gombbal együtt is egy tök jó, tök jó, viselhető dolog. Csuklómat sem törte egyetlen alkalommal sem, amikor rajtam volt. Nekem nagyon tetszett az, hogy van mikroállítási lehetőség a szíjon, és, a, és önmagában a, a szíjban benne lévő ívelések, kimondottan jó minőségű színak az érzését kelti a viselőjében ha megnyomod az egyiket, nem akad ki, tehát, hogy itt konkrétan a biztonságra is ügyeltek, tehát itt nem fogod elhagyni az utcán, csak azért, mert az egyik részét véletlenül uh, hozzányomtad valamihez. Tömörek a, a színak a végszemei tömörek, és tömörek önmagában a szemek is, viszont nem csavarosak maguk a, a, a szemek, hanem azokat úgy látom, hogy egyébként akik kéne lökni, nem mint hogyha ez egyébként bármilyen különbséget jelentene. Sokszor én azt láttam egyébként, hogy a csavarosokkal sokkal több gond lenni, mint az ilyen benyomható, kihúzható dolgokkal, de még mégis valamiért fetisizáljuk egyébként a, a, csavarosokat, bár meg lehet azt jól is csinálni, mint hogy azért egy csomó márkának sikerült, csak hát ott azért annak van ára. Apropó ár, ha már erről beszéltünk, a sorozatnak a tagjait meg lehet kapni 318 ezer forinttól, nyilván a sima fekete számlapos acélt és a pandát, a két limitáltnak az ára pedig 360 ezer forint az egyébként nagyjából nemzetközi ár, hogy mindenhol hasonló árban lehet őket kapni, ahol lehet. Én egy csomó külföldi webspot végignéztem, és egy csomó helyen out of Stockholm van, úgyhogy Attiláik egészen jók voltak abban, hogy szerezzenek Magyarország számára. Úgy tudom, hogy egy szállítmány lement, még az elején az előrendelése kapcsán abból jött 100 30 darab, és utána érkezett még egy szállítmány, és ez az óra is egyébként abból van. Ezt, ha jól hallottam, ez az elmúlt héten érkezett meg talán, úgy, és, és ha minden igaz, akkor ez az utolsó. Hogy ez után fognak-e tudni szerezni, az mindig kétséges, az függ attól is, hogy mondjuk a környező országokban hogy fogy, vagy azokban a régiókban, akikkel van kapcsolata a magyarországi disztribútornak, és akkor mondjuk tőlük esetleg lehet szerezni. Ilyet azért láttunk már, de általában a japán gyártók azért uh, azt hallottam, hogy nehezen működnek ilyen szempontból. Tehát, hogy vannak olyan gyártók, akiknél egyáltalán nincs utárendelés, vannak olyan japán gyártók, akiknél egyáltalán nincs utárendelés, vannak olyanok, akiknél pedig az utárendelés több mint fél év. A Seiko valahol a kettő között szokott lenni. Nekem, nekem azt mondták. Úgyhogy alapvetően nem tudok rosszat mondani erről az óráról. Nyilván, aki nagyon hiányolja a másodperc mutatást a mindennapokban, illetve az, hogy hét napja legyen kijelzve, valamint hónap, meg nap, meg ilyesmi, annak ezek a funkciók hiányozni fognak, az ne vegyen ilyen órát, viszont mindenki másnak szerintem ez egy egészen, egészen jó óra. Skeptikus voltam vele, amikor megkaptam, mert, mert azért mégiscsak nem lesz -e túl nagy, izé, négy gombos dolog, fekete, és akkor majd lezúzza az ember, meg minden, de, és nyilván le fogja zúzni az ember, mert hogy amikor használja, akkor olyan részeken, amik odaérhetnek, a, legtöbbet találkozik, az asztallal, ingel, nadrággal, övvel, bármivel, azokon a részeken éjszakán az természetesen ott lesznek horzsolódások, még ilyesmi egy idő után, nem az első évben, ha az első évben lesznek ilyenek, akkor az para, akkor ott valami el van, rontva, de két-három év után azért, azért ilyenek elő fognak fordulni, egészen biztosan. Ami még egyébként nagyon érdekes, és nekem nagyon szimpatikus volt, a doboza. A doboza is természetesen a hangulatban készült, mint amiben egyébként maga az óra, nagyon-nagyon fekete, egy kis sárgával. Ez, ez, önmagában, önmagában, szeretem az ilyet, hogy valami, valami, nagyon egy színűt feldobunk, valami nagyon eltérővel, és hát természetesen nekem még a csatorna színekben is ez, ez bevág, úgyhogy én ennek iszonyatosan tudok örülni. Egy nagyon igényesen kivitelezett doboz egyébként, a kongása alapján fa, de hát nyilván nem szedtem szét, hogy megnézem, mi van benne. Nagyon puha benne a, a szivacs, ami, vagy ez a párna nagyon puha benne, ami érkezik, úgyhogy egyébként ez tök jó volt, és, és nagyon, jó, nagyon, nagyon, nagyon jó ennek az egésznek a fogása. Úgyhogy önmagában a jó csomagolás szerintem el tud adni egy órát, és itt nem kell, hogy a csomagolás adja el, mert ez az óra önmagában jó, de a csomagolás is szerintem eléggé bitang. Úgyhogy most szerintem ennyi az, amit szerettem volna elmondani a seiko a legújabb speed timeréről, az SFI 007-ről, 5-ről, 3-ról és 1-ről, de hát nyilván a legfontosabb a hetes volt nálunk, ami a 2023-as Budapesti Atletikai Világbajnokságra készült, és ugye az Atletikai Világbajnokságnak a Seiko pedig Isten tudja milyen régóta hivatalos időmérője. Örülök, hogy itt voltatok, várom a véleményeket a kommentekben, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!